Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Ez itt újra Csak őszintén Katicával. Mai vendégem nem más, nagy örömömre, mint Sláger Tibó. Szia Tibó, köszöntünk téged. Szia Katica, köszöntöm én is a hallgatókat. Azt gondolom, hogy nem kell téged bemutatni, hiszen egy ország ismer téged, ugyanis meghatározó alakja vagy a mai zenei életnek. Köszönöm, nagyon... köszönöm ezt a felvezetőt, nagyon jól esik. Hát tényleg valóban már több mint 20 éve ténykereket be a szakmába, és hála Istennek több mint 300 dalt sikerült eddig írnom, és hát nagyon sok sláger ebből. Így van, közismert igen. Dalok születtek ebből a sok-sok dalból, amit te megírtál, így van. Igen. Viszont a magánéletedről nem biztos, hogy olyan sokat hallanak, vagy nem biztos, hogy annyira ismernek téged, és tudod, ez egy olyan műsor, ahol inkább a lelki oldalát feszegetjük a dolgoknak, lelkiekben mutatjuk be a vendéget, és szerintem sokan tudják, hiszen újságcikk is megjelent róla, és nagy port kavart a te betegséged, ami évelején ért téged, kimondhatjuk, hogy... Igen, persze. Hát már a harmadik úgynevezett stroke-ot kaptam, a agyvizést. Hát szerencsésen kijöttem belőle, úgyhogy nagy szerencsém volt, hogy ilyen, így alakult, hogy így időbe bekerültem a kórházba, és a szakemberek, az orvosok is úgy álltak hozzá, hogy sikerüljön ez nekem. Igazából kellett 6-7 hét egészen pontosan, hogy teljesen talpra álljak, visszajöjjön valamilyen szinten az én beszédkommunikációm, és hát azóta is fejlesztem, és foglalkozom vele. Lassan-lassan rendbe jövök. Igazából egy hosszú folyamat ez. Igazából tudtam is, de hát szerencsére minden rendben van, de jól sikerül. Azért mi elég sokszor találkozunk, van, és én látom, hogy időről időre te mennyit javulsz, hogy milyen gyors a te javulásod, gyógyulásod, de akkor, amikor ez az egész megtörténik egy emberrel, mi játszódik le az emberbe? Mit érez ilyenkor? Tudtál hinni a gyógyulásodban? Igen, mindjárt. Én minden pillanatban gyógyulni akartam, és hát hittem is abban, ha már megmaradt az életem, mert bármire elvesztíthettem volna bármit, igazából lebénulhattam volna, sokkal komolyabb kockázatok voltak, de szerencsére szép jó helyre kerültem, egy jó rehabilitációs intézetbe, Hévízen, ahol már tényleg úgy álltak hozzá, mint egy szálloda, olyan volt gyakorlatilag, és ott már akkor nagyon bíztam, hogy helyre jövök, még néhány hét, és aztán kijövök, és aztán hát indult a tavasz, indult a nyár, ez engem vonzott, hiszen minden évben van egy szezonja ennek a zenélésnek, úgyhogy én már nagyon bíztam benne akkor is, és hál' Istennek jól is sikerült a nyaram is, az ősz is, hát most a télben egy kicsit visszahúzódunk, egy kicsit dalokra foglalkozok, és egyéb dolgokkal én. Átértékeltem sok mindent, tudod, hogy keveset foglalkoztam a családommal, a barátaimmal, mert fanatikusan a munkát csináltam, a vállalkozásommal foglalkoztam, és tényleg átértékeltem, hogy mi az, ami fontos nekem. Most már több időt szakítok azokra az emberekre, akit valóban szeretek, tisztelek. Én úgy gondolom, hogy te testközelből tapasztaltad meg ezt a dolgot, és te is úgy gondolod, hogy ilyenkor más szemmel kezded látni a dolgokat, és ugyan szörnyű, hogyha egy ilyen dolog történik az emberre, ráadásul már harmadszor, és biztos felvetődik a kérdés az emberbe, hogy Istenem, miért? Miért pont megint velem történik ugyanez, de ugyanakkor, hogyha utólag tekintesz vissza erre, te is úgy érzed, hogy azért adott is ez a betegség neked, hiszen rádöbbentett olyan dolgokra, mondjuk, amit azelőtt nem úgy láttál. Így van, így van. Tényleg, ahogy említettem, hát értékelődött bennem sok minden, és hát tényleg valóban adott is, hogy jobban kell figyelnem
magamra is, az egészségemre is, illetve azokra, akik fontosak számomra. Úgyhogy erre rádöbbintett, és rávezetett erre az útra, hogy át kell értékelem bizonyos dolgokat, és ebben jó volt. Mert mindennek van egy jó és egy rossz hozadéka. Ez a betegség valóban, és váratlanul jött igazából teljesen egy normális hétfői napon délelőtt, és semmi feszültség, semmi idegeskedés, semmi olyan dolog nem történt vele, ami indokoltá tette volna, és simán egyszerűen jött, és de ahogy jött, el is ment szerencsére. Így van. Ébresztette benned olyan gondolatokat, amit úgy éreztél, hogy esetleg dalban megírnád? Én alapvetően mulatós előadó szerző vagyok, és nem szerencsés szerintem, hogyha negatív dolgokról írunk. Nem nagyon nyitottak erre az emberek. A mulatós, az vidám dolog, vidám dolgokra van ráhangolódva, és nem, meg egyik pénzt se szeretek én a negatív dolgokról beszélni sem, nem hogy írni. Úgyhogy nem. Nem feltétlenül nem. Negatív oldala van. Nyilván van nekem egy lírai, meg kegyeleti dalom, az egész más. Amikor, hogy mondjam, egy érzet, egy impulzus jön egy dalnál szerintem. Igen. És akkor megírom. Ezért is kérdeztem, hiszen számomra is írtál egy nagyon szép lassú hangvételű dalt, és abban is olyan érzéseket hoztál fel, olyan dolgokat írtál meg, ami pont abban az időszakban bennem lejátszódott, és ezért is tudtam annyira magamének érezni, és ezért is kérdeztem, hogy esetleg ébresztette benned olyan gondolatokat, érzéseket ez az időszak, hogy ezt esetleg megírtad. Sok mindenre gondoltam, de konkrétan dalra nem ebben az időszakban. Örültem, hogyha helyre tudok rázódni, talpra állok, és visszajön a beszédem, az énekem, ami ezzel jár igazából. Egy nagyon hosszú utat jártál be, ezt azért tudjuk mindannyian. És még nincs vége. Hát azt mondom, hogy egy ilyen 97-98%-osan helyrejöttem, de még érzem, hogy egy kicsit van még javítani valóm. Én biztos vagyok benne, hogy hamarosan ez is rendeződik. Most pedig elmegyünk egy kicsit zenélni, de kérem a hallgatókat, hogy ne menjenek messzire, hiszen most nagyon jó dalok jönnek. Tibó, te mit hoztál már nekünk? Mulat az ország az én műsoromnak a címadó dalát. Tőlem pedig Tibó szerzeményét, a Tárt kapu szívemen. Ezt hallgassátok, hamarosan jövünk vissza. Velünk mulat, szombat délután. Mulat az ország, velünk mulat, a Zenebutik csatornán. Mikor a hangulatunk már a tetőfokon, a legnagyobb sztárok a színpadon. Mulat az ország, velünk mulat, szombat délután. Mikor a hangulatunk már a tetőfokon, a legnagyobb sztárok a színpadon. Mulat az ország, velünk mulat, szombat délután. Mulat az ország, velünk mulat, ez egy igazi karnevál. Mulat az ország, velünk mulat, hajnalig meg sem áll a vál. Mikor a hangulatunk már a tetőfokon, a legnagyobb sztárok a színpadon. Mulat az ország, velünk mulat, szombat délután. Mikor a hangulatunk már a tetőfokon, a legnagyobb sztárok a színpadon. Mulat az ország, velünk mulat, szombat délután. Velünk mulat, szombat délután. Mulat az ország, velünk mulat, a
zenebutik csatornán. Mikor a hangulatunk már a tetőfokon, a legnagyobb sztárok a színpadon. Mulat az ország velünk mulat, szombat délután. Mikor a hangulatunk már a tetőfokon, a legnagyobb sztárok a színpadon. Mulat az ország velünk mulat, szombat délután. Hangulatunk már a tetőfokon, a legnagyobb sztárok a színpadon. Mulat az ország velünk mulat, szombat délután. Mikor a hangulatunk már a tetőfokon, a legnagyobb sztárok a színpadon. Mulat az ország velünk mulat, szombat délután. Szombat délután. Szombat délután.
És már is itt vagyunk újra a remek dalok után a stúdióba. A vendégem még mindig Sláger Tibó, aki esetleg nem tartott velünk az előző részben, és beszélgettünk a betegségéről, az utána való időszakról, és kiderülhetett, hogy hál' Istennek majd csak nem teljes mértékig felépült. Aztán azért beszéljünk arról is, hogy történtek ám nagyon-nagyon csodás dolgok is veled a nyáron, hiszen, ha jól tudom, a fiad megnősült. Így van, így van. Ha már egyszer említettük a családi vonatkozást, akkor nem lehet ezt kihagyni. Nagy öröm volt számunkra, hogy megtalálta élete párját, és tényleg kölcsönösen szeretik egymást, jó rájuk nézni, jó. És én örültem, hogy egy nagyon klassz lakodalmat, esküvőt összetudtunk varázsolni, holott nem volt egyszerű, hiszen előtte héten még forgattunk egy olyan adást, egy olyan koncertjellegű felvételt készítettünk, amire szintén nagyon-nagyon rá kellett készülnünk, úgyhogy meg egyébként is a nehéz nyáron ilyen pillanatok alatt leszervezni egy ilyen eseményt. Ja, hogy ti erre nem készültetek, nem, ez nem egy konkrétan eltervezett. Konkrétan nem készültünk, beszélgettek a gyerekek róla, hogy jövőre majd jó lenne, meg így, meg úgy. Aztán jött egy hirtelen elhatározás, hogy nem, az idén. Egyébként is nehéz a helyzetük is. Hát pillanatok alatt mennek fel az árak, mindenki tudja, mindenki tapasztalja, hogy mi történik. Úgyhogy azt eldöntöttük, hogy inkább legyen az idén, az a biztos, és tényleg nem tévedtünk ebbe, mert sikerült egy nagyon jó rendezvényt összehoznunk. Tényleg nagyon jó barátaim voltak, a zenészek, volt egy akusztikus csapat, mentünk egy lány kikérőbe, az is nagyon jól sikerült, volt egy sztárvendőjünk is, Mário elfogadta a szereplést, aztán mit mondtam, nagyon szenzációs volt a vőfél, őre is rátaláltuk, Zala megye legjobb vőfélére, véletlenül, mert én nem is tudtam, nem vagyok jártas ezekben a körökben, úgyhogy minden nagyon klasszul sikerült, úgyhogy a vendégek is nagyon jól érezték magukat, sokáig emlegették, hogy ilyen jó lakodalomban már nagyon régen voltak. Meddig tartott a lakodalom? Négy óráig tartott. Uha! Egyébként kettőről volt szó, de hát kevés lett az idő, ami... Átcsúsztatok. Igen, pörögtek az események, tényleg nagyon jó zenekar, nagyon jó sztárvedély, nagyon jó volt a szereplők, tehát a vőfélek, akkor benyelszöni torta, gyertyafénykerig, minden, ami hozzátartozik egy ilyen eseményhez. És ugye, hát itt nem volt vége az örömöknek, hiszen nem sokkal utána meg is lehetett tudni, hogy nagyapai örömök elé nézel. Igen, kiderült közben, hogy igazából már valamikor tavasszal várható lesz egy kis unokánk, úgyhogy én ennek nagyon örülök, a feleségem még jobban örül neki, hát pláne, de hát a gyerekek is jó rájuk nézni tényleg, és jó, és örülök, hogy közben sikerült egy lakást, illetve egy családi házat is vásárolunk közös erővel Körbenden, ez egy kisváros, tőlünk nem messze, úgyhogy néhány felújításra szoruló dolog lesz, de nagyjából azért rendben van, szép a ház, szép a környék, Körbennek egy ilyen kertvárosi része, úgyhogy nagyon örülünk, hogy így alakult az életük. Magyarán mondva, minden sinem van. Így van. És benned milyen érzéseket kelt az, hogy nagypapa leszel? Mert azért tudod, sok férfi ugyan, jaj, már igen. Nagypapa vagyok, és ez a hát, kapuzárási pánik, és egyebek. Most van ennek ez egy rosszabb hozadéka, hogy mi gyakorlatilag, én már 30 éve vagyok a színpadon, a 12 évesek is tegeznek igazából azért, furcsa ez az érzés, de ha arra gondolunk, hogy megérhettük ezt az eseményt, ezt egy remek összetalálkozást, akkor viszont nagyon, nagyon jó a hazadéka ennek igazából. Nagyon örülök neki, hogy én elmondhatom, hogy én egy nagyapó leszek. Nagyapó? Csúnya kifejezés, de végül is az a lényege, hogy megajándékozott a sors bennünk egy unokával. És gondolj bele, hogy mennyi programot lehet csinálni majd biztosan. A kicsivel, és érdekesen megélni. Nemrég beszélgettem, a Kacsor felé említette, hogy nagy élményt fog okozni neked egy unoka.
fantasztikus. Így legyen, én ezt kívánom. Gondolom, te is nagyon várod. Igen, igen. És hogyha esetleg nagyapa nyomdokaiba lép, annak pedig még jobban fog szerülni. Így van. Egyébként nem, én a fiamat is képezni szerettem. Most képeztem is, elment egy zongoritanárhoz, gitáron is tanulgatott, de nem az ő útja ez, és én nem szerettem volna ráerőltetni semmit, úgyhogy én azt gondolom a kisunokára is, hogy ő találja meg az életnek azt a területet, amiben érvényesül, amit szeret csinálni. Én abban fogom támogatni. Így van, de azért volt már itt előtted olyan ember ebben a székben, aki elmondta, hogy a gyereke nem, viszont az unokája olyan tehetség, és olyan lelkesedés van benne, és ő fogja továbbvinni az énekesi szakmát, úgyhogy a remény az még nálad is megvan. Örülnék neki, mert ebben tudok neki segíteni. Úgyhogy örülnék, hogyha olyan vénája lenne, olyan tehetsége, olyan, hogy mondjam, kialakulhatnak olyan dolgok benne, amit én szeretném támogatni, akármi, akárhogy is hozzá az élet, hozzá a jövő, és szeretném támogatni ebben. És én úgy gondolom, hogy tőled hitelesebb támogató és tanár nem is lehetne szépen. Neki. Hiszen hát, mindent igen. Megadhatsz neki ahhoz, hogy ő tudja ezt továbbvinni. Képzeld el egyébként, hogy ez nem egyedi eset, hogy a te fiad nem szerette volna ezt, hiszen az én lányom is úgy van vele, hogy nagyon tehetséges, nagyon jó hangi adottságai vannak. Még csak én úgy gondolom, hogy még a színpadon is megtalálná önmagát, de hallani sem akar erről, úgyhogy ez nálam nem szabad erőltetni. Nem. Meg fogja találni azt, amiben sikeres, amiben jól érzi magát. Ez a fontos szerintem. Én is azt gondolom, hogy bízok abban, hogy én is megélhetem azt az örömöt, én amiben van. Most neked van részed, hogy én is megérem az unokám érkezését, és biztos hát ha majd ő tovább viszi ezt a szakmát. Biztos vagyok benne, hogy meg fogod érni, és azt kívánom, hogy te is olyan szerencsés legyél, hogy élvezd az életét meg ezeket az örömöket. Most pedig elmegyünk újra zenélni. Mi lesz a második dal, Tibó, amit hoztál nekünk? Boldogság, boldogság. Tőlem pedig újra egy Tibó dalt hallhattok, mégpedig a Fordul-e még ugyanaz a kulcs, a Zárban című dalt. Nem sokára jövünk vissza, ne menjetek messzire. Olyan, mint egy álom, éjjel-nappal keressük ezen a világon. Nélküle élni nem érdemes, tőle szép a nyár, csak tőle érzi jól magát a fiú és a lány. Boldogság, 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 mindenki, mindenki téged vár. Ez a világ mit sem érne, hogyha te nem volnál. Boldogság, 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 könnyes a szemem, a szívem fáj. Ez a világ mit sem érne, hogyha te nem volnál. Van egy szó, van egy érzés, olyan, mint egy álom, öröm. Édes csók a szádon, nélküle élni nem érdemes, tőle szép a nyár. Jöjj el, ha hívlak még egyszer, gyere már, gyere már, gyere már. Boldogság, 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 mindenki, mindenki téged vár. Ez a világ mit sem érne, hogyha te nem volnál. Boldogság, 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 könnyes a szemem, a szívem fáj. Ez a világ mit sem érne, hogyha te nem volnál. Nélküle élni nem érdemes, tőle szép a nyár. Jöjj el, ha hívlak még egyszer, gyere már, gyere már, gyere már. Boldog.
boldogság, boldogság, boldogság. Mindenki, mindenki téged vár. Ez a világ mit sem érne, hogyha te nem volnál. Boldogság, boldogság, boldogság. Könnyes a szemem, a szívem fáj. Ez a világ mit sem érne, hogyha te nem volnál. Boldogság, boldogság, boldogság. Mindenki, mindenki téged vár. Ez a világ mit sem érne, hogyha te nem volnál. Boldogság, boldogság, boldogság. Könnyes a szemem, a szívem fáj. Ez a világ mit sem érne, hogyha te nem volnál. Utánad még, kedvesem. Szomorú átok van az én szívemben, olyan könyörtelen, olyan reménytelen. Nem tudom, szabad-e még sírni nekem, utánad még, kedvesem. Zárban, belerohanunk az éjszakába, belerohanunk és nem törődünk közben semmivel. Elveszítünk annyi jó barátot, keresik az eltűnt boldogságot, keresik, de nem találjuk. Remek zenék után már is itt vagyunk újra a stúdióban. A vendégem még mindig Sláger Tibó. És itt a szünetben beszélgettünk egy kicsit arról, hogy mik a közeljövő tervei, és beszéltünk arról, hogy esetleg
önálló zenei estek, de azt is tudom, hogy tervezel egy felvételt a Széchenyi kertbe, amire már volt ezelőtt is példa. Igen, hasonló módon, hogy tavaly csináltunk egy bulit, a lemez gála bulit, hogy aranylemez átadás. Hasonló módon tervezek egy bulit. Igazából lehet, hogy a Széchenyi kert vendégül lesz, de még nem biztos ez. Elképzelhető, hogy Fehérvárra, vagy a közelben valamelyik városba lehet erről szó. Igazából, és vannak már ötleteim is, hogy nyárra is egyik, ahogy említetted, hogy ilyen olyan bulit, ami a dalaim, illetve az hozzám közel álló előadók bevonásával működhetne. Van egy falu nem messze tőlünk, és csináltak egy ilyen remek helyszínen, egy ilyen különleges rendezvényt, ha így mondjam, hogy bálákat állították össze, és egy ilyen orgonat koncertre hívtak meg egy művészt, ami nagy sikert aratott, és felmerült bennem a gondolat, hogy lehet, hogy valami hasonlat kellene nekem is, nekünk is csinálni. Egyelőre még csak ötlet szinten van, de nagyon érdekes, nagyon izgalmas ötlet. Te szereted így az újdonságokat, és szeretsz olyan dolgokat csinálni, amit még előtted nem sütöttek el. Abszolút. Én például menjünk ki kirándulni sok helyre is, és szeretem az új helyeket felfedezni, új városok, új emberek, új gasztronómiát például, vagy bármit, ami újdonság. Igen, és akkor így jött ez az ötlet is, a beállás ötlet. Igen, ez egyedül, igen, teljesen igen. Zseniális volt. És tényleg egy falusi, és ráadásul én kaptam egy diszpolgári oklevelet tavaly, amiről még nem beszéltem, és ez az a falu, ahol megcsinálták ezt a bála bulit, úgyhogy fel fogom vetni ezt az ötletet, hogy mi lenne egy szórakoztató jellegű, populárisabb, mulatósabb, tánzenés jellegű rendezvényt szerveznénk és lebonyolítanánk. Gondolom azért is tetszett meg neked annyira, mert te azért szereted azt a vidéki életet. Én abszolút. Abszolút ez a te világod, ugye? Nagyon sokszor, és szeretek jönni Budapestre, meg más városokba is, de én maximum 3 napot tudok bárhol tölteni a világba, és már utána indulok haza. Annyira, ha olyan vágyam van, hogy nem tudok többet időzni sehol szinte. Most kivétel volt 2 évvel ezelőtt, amikor ugye Tájföldön voltunk, és hát valóban ott nagy a távolság, 10 000 kilométer, akkor kicsit hosszabb ideig időztünk. De ki tudsz kapcsolni, hogyha elmentek bárhová? Abszolút. Ez igaz, kikapcsolódást az hozta, hogy a 10 000 kilométer, és az, hogy télből elmegyünk, és nyárba érkezünk, az egy pláne plusz volt. Terveztek most valamilyen utazást a jövőben? Hát igazából szeretnénk adventkor elmenni. Voltunk mi már Bécsbe, Pozsonyba, környékbeli országok városaiba, Zágrámba is. Most Szlovénia az úti célunk, egy Maribor, illetve Ljubljanába szeretnénk kimenni adventi vásárkor. Ó, hát ez nagyon izgalmas. Biztos, hogy szép lesz. Igen. És a karácsonyt hogy fogjátok tölteni? A karácsony. Nagyon szép ünnep, én nagyon szeretem ilyen meghitt. De igazából most, hogy a fiunk kireppent, nem biztos, hogy teljes létszámú lesz a család. Valószínűleg 2-en fogjuk a párommal, Mónikával ünnepelni ezt a jeles eseményt. És ilyenkor hagyományos ételek vannak nálatok? Vannak ilyen bevált szokások, vagy újítottak most minden évben? Most újítani fogunk, így egyébként a halas ételeket szoktuk, vagy egy ilyen töltött káposztával, ami cserét egyébként készül, még Erdélybe vásároltuk. Igazából most adtam egy másik ötletet, ahol én szilveszterkor fogok szerepelni a Gyuri Csárdal, ez Zalekeszegen. Van egy nagyon jó halas menüjük, ami nagyon tetszik nekem, hogy most ilyen rendhagyó módon megpróbáljuk, megkóstoljuk az ő ételeiket. 3 féle hajból lesz a vacsora, úgyhogy most erre szakosodunk. Egyébként, amikor otthon készítitek a
A karácsonyi menüt beszoktál segíteni Mónikának? Igen, én nagyon szeretek főzni, nem sok mindenhez értek, de amit ez értek, az nagyon-nagyon értek. Ezt nem mondod, hogy igen. Ilyen kis konyhatündér vagy. Hogyne, én a palacsintát például nálunk csak én csinálhatom. Na ne hülyeskedj. Ide így van. Tibó, mikor jössz el hozzánk palacsintát sütni? Megejtsük, én nagyon szívesen. Én nagyon szeretek palacsintát sütni, meg most már különleges lisztekkel dolgozok, ilyen hajdira liszt, meg ilyen rizsliszt, meg ilyen kokuszzsírral, meg egy kicsit egészségesebb dolgokkal. Próbáltok betekintetni a reformkonyhába? Hogyne, persze, én már most már egy éve már szinte csak, hát nem csak, mert azért néha csalunk, néha azért a hagyományos magyar ízeket sem szabad elfelejteni, de nagyon díjazom én, jól is érzem magam, hogy hajdina, akkor barnarist is használunk. Teljes kiörlésű réz. Igen, azt is, igen, meg milyen kinoa, meg ilyesmit is megpróbálunk. Tök jó. Szerintem ez azért abszolút elismerést vív ki igen. magának, hogy ennyi mindenre próbálsz azért odafigyelni. Igen, figyelsz igen. az egészségedre, igen, figyelsz igen. a családra. És igazából nem sokat, csak 4 kilótól szabadultam meg, de nekem ez is nagy eredmény. Na majd műsoron kívül mondok neked 1-2 tippet. Ja. Most viszont sajnos lejárt a műsoridőnk. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és egy ilyen jót tudtunk beszélgetni. Én úgy gondolom, hogy a hallgatók is biztosan élvezték, és sok újdonságot tudtak meg rólad. Élvény volt, köszönöm szépen. És akkor felkonferálhatom a dalt? Hát persze. Ez a legsikeresebb dalom. Igazából 33 évvel ezelőtt írtam, még nem voltam aktív zenész, csak ilyen mezei zenész, hogy úgymond, egy ilyen buli zenekarom volt, és akkor megírtam ezt a dalt, ami hatalmas nagy siker lett, 158 hivatalos kiadványon jelent meg, aztán. És a Magyarországon minden szegletében ismerik, sőt, határainkon túl is, sőt, Amerikában is, Svédországon, nem akarom sorolni, szinte mindenhol, ahol magyar ajkú emberek élnek, ott ismerik, és szeretik szerencsémre. Ez pedig a? Kék a szeme. Nagyon-nagyon szépen köszönjük neked, Tibó, és kívánunk nektek nagyon kellemes, békés, boldog ünnepeket, és boldog új évet, bár még úgy gondolom, hogy lehet, hogy még addig találkozunk, de a hallgatóknak is ugyanezt kívánjuk. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm is a lehetőséget, és hasonló jókat kívánok a hallgatóknak is. Tőlem pedig hallgassátok meg a Csak érted dobban a szívem című dalomat, ezzel búcsúzom tőletek, köszönöm, hogy velünk tartottatok. Legközelebb 1 hét múlva újra itt a Trimedio Rádión, csak őszintén Katicával, a viszonthallásra. Érdekelsz, ma nem alszom el. Három
éles, újra látlak, ha nem jön közbe semmi sem. Egyedül nem pótol a remény, valaki kell, aki haza kísér, s a szívemben él. Kék a szeme, arca csupa derű, nála szöveg húlít, a meseszerű és a keze. Ha vállamra kerül, a szerelem nem kerül. Jó a szerep, táncol minden velem, nem is történt még soha-soha ilyen. Csak tudnám, hol jár az eszem, tele van a szívem beled. És a keze, ha vállamra kerül, a szerelem nem kerül. Jó a szerep, táncol minden velem, nem is történt még soha-soha ilyen. Csak tudnám, hol jár az eszem, tele van a szívem beled. Kigyúltak újra a fények, megvan még a számod, nem is tudod, mit érzek. Csak járkálok, és rád várok, és azt szeretném, hogy itt legyél. Nekem szíved zálogát, és együtt jön.